hónappal rövidebb lett a szezon, tehát nagyjából a június az úgy telt el, hogy napsütés nem nagyon láttunk, úgyhogy múlt hét szombaton indult el igazán a szezon június utolsó napjaiban. És nyilván az emberek is szeretek volna már kiszabadulni itt a vírus járvány okozta bezártságból, úgyhogy nem panaszkodhatunk, úgyhogy reméljük, hogy a nyár az minél több napos időszakot tartogat számunkra. Pedzegetik itt a második hullámot, úgyhogy én nagyon remélem, hogy nem lesz, vagy ha lesz, akkor majd nagyon kitolva és ezt a szeptemberi, meg biztos bízom benne, az időjárás is kicsit kitolódik, és szeptemberben is jó idő lesz még. Összes budapesti fürdő bezárt március 15-én, ezáltal a Csillaghegy is, ezáltal az étterem sem nyithatott ki, úgyhogy ez június 20-án indult, tehát több mint három hónap után nyithattak újra. Ezért az időjárás befolyásolta, illetve talán még az embereknek a nem nagyon tudták, hogy lehet, nem lehet, mernek jönni, nem mernek jönni, tehát azért ezt éreztük, de a múlt hét szombati meleg nyári nap azért az kimozdította az embereket, és akkor már jöttek. Budapesten, ahogy nem tudom én, több száz étterem, mi is a házhozszállítással próbálkoztunk, kisebb-nagyobb sikerrel, úgyhogy nagyon vártuk azokat a híreket, amik az újraindítást eredményezték. Figyelembe vettük a budapesti vagy a római parti árakat, meg azt, hogy azért ez nem a Balaton, tehát mi nem igyekeztünk az árainkat lejjebb vinni, vagy azon a szinten tartani, ami megfizethető az átlag közönségnek. De nekünk az első szezonunk, azért azt el kell mondani, itt az éttermet is mi üzemeltetjük fönt, és a két egység össze dolgozva működik, és így üzemelünk. Itt a lenti egységben klasszikus strandételeket, lángos hek, rántott szelet, hasábburgonya, ilyeneket hamburger szolgálunk ki a vendégeinknek. És ezek az árak azt gondolom abszolút versenyképesek, illetve hát, hogy nagyon jó minőségű alapanyagból dolgozunk, azért még fontos azt elmondani. Vagy az van, hogy lehúzzuk a rolót, de inkább az van, hogy előre menekülünk és megpróbáljuk a maximumot kihozni belőle. Természetesen a vendégeink az elsők, tehát tényleg a minőség és a magas szolgáltatás az első számon állunk, úgyhogy próbáljuk túlélni ezt a mostani időszakot is.